Itt nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és hát kicsit ilyen családiasra sikerül ez a mai megnyitó. Köszöntelek benneteket, Kovács Géza szobrászművész kiállításának megnyitóján. Sajnos egy olyan helyzetbe kerültünk ezzel a kiállítás megnyitóval, amivel még nem találkoztunk eddig szerencsére szembe. Mikor Mészáros Andi kolléganőm elkezdte egyeztetni ezt a kiállítást, akkor még a művész úrral egyeztetett és beszélte meg, hogy mikor, hogyan és mik azok a művek, amit szeretnének kiállítani. De sajnálatos módon a művész úr ez év tavaszán elhunyt, így a kiállításnak a címe az Öröklét fémben teljesen időszerűvé vált ennek következtében. A kiállítást dr. Strákos Eszter művészettörténész fogja megnyitni. Kérem, fogadják őt nagyon sok szeretettel, és ezúton hívjuk és várjuk a televízió nézőket, hiszen egy hónapon keresztül a kiállítás itt látható a Vigadónak a galériájában. Várjuk az érdeklődőket, akár az iskolai, középiskolai csoportokat, de az egyéni érdeklődőket is nagyon sok szeretettel várjuk egy hónapon keresztül. Köszönöm szépen a szép felvezetőt. Én is üdvözlöm Önöket Kovács Géza Öröklét fémben című kiállításának megnyitóján. A sajnálatos híreket ugye most már hallottuk, tehát én ezt nem részletezném tovább. Inkább a munkák bemutatására és egy kis útmutató átadására fókuszálnék a felvezető szöveg után. Az alkotó legutóbbi kiállítása a Valódi történések fényben címet kapta, melyben ez a metaforikus elnevezés meghatározta a művek anyagát és célját is. A fémek passzivitása Kovács Géza keze által dinamizmussá alakult, kézzel fogható valódi történésé. A tárgyak és az általuk közvetített mondanivaló pedig azóta örökletté. Az önálló használat értékkel rendelkező, organikus létre utaló vastárgyak új értelmet és jelentést kapnak a marosvásárhelyi születésű, gépészmérnöki múlttal rendelkező alkotó keze által, egyben elnevezésük által is. A művész a klasszikus avantgárd törekvések szellemében hozta létre különleges tárgykollásként értelmezhető alkotásait, zömében vasból és acélból, amelyeket a 20. század legmeghatározóbb anyagaiként tartanak számon. Ezelőtt leginkább követ és márványt használtak a szobrászok, melyek eleganciát és választékosságot tükröztek, de a vas műtárgyként való használatával lehetővé vált mélyebb és összetettebb konnotációi témák megjelenítése is, az időszak megpróbáltatásait és nehézségeit mutató alkotások létrehozása. Kovács Géza munkái mind anyagukat tekintve, mind témájukban az iparos világ funkcionalizmusához kötődnek, de mégis átlényegítve új értelmet adva nekik. A különleges forma és anyaghasználat által fornak össze, illetve mosódnak el különböző korok és időszakok határai, kortalanná és örök érvényűvé téve az alkotásokat. Patkók, kerekek, gyűrűk, csapágyak, láncok különleges kombinációi egységbe hozzák a múltat, a jelent és a jövőt. Véner Tibor szavaival élve, Kovács Géza művei érzékeny, mélyre nyúló időmetszet konfrontációk, a múlt jelenné szintetizálódásának, a jelen múltá foszlásának időrágta anyagba foglalt felmutatásai. Ehhez járul természetesen a művész találó és ötletes címadása is, hiszen sokat alakíthatunk a befogadókban kialakult képzeten, egy-egy jól eltalált cím segítségével befolyásolhatjuk a nézők értelmezési tartományát, szűkíthetjük, bővíthetjük vele azt. A címek különbözőek. Vannak találók és kevésbé lényeglátók, konkrétak és elvontak, de a cím akkor teljesíti igazán küldetését, ha együtt nézi a művet és a befogadót is egy magasabb szempontból. A művek értelmezéséhez a cím megközelítési szempont, külső nézőpont, fókuszpont, bár maguk a művek is gondolati és érzéki inspirációkat adnak, asszociatív fogalmi forrásvidékeket nyitnak meg a befogadók előtt. Kovács Géza ezen a kiállításon szereplő alkotásainak zömében rövid, egy-két szavas címei feszültségeket, megpróbáltatásokat, nehézségeket tükröznek, ahogy anyaghasználatuk is erre utal. Dinamizmusra utaló címek például a szabadulni vágyó, kiáltás, siklás, kitörés, fejlődés, rohan az idő, melankóliát és beletörődés sugal a kikönyökölve, letaposva, dilemmában vagy éppen a bánatos cím. Történetiséget hordoznak magukban, a vikingek hagyatéka, a magyar szent és a nap birodalma.
filozófikus tartalmat pedig a szónok védelme, a szerencse zárja, a nyers önirónia, vagy éppen a nagyon találó virtuális harmónia. Ezek a találó címek is megmutatják, hogy egy-egy tárgynak mennyire másfajta jelentést tulajdoníthatunk elnevezésük által, egy valaha funkcionális vastárgy címmel ellátva emelkedett jelentést is hordozhat. És most a címek után beszéljenek a számok is, érzékeltetve a 60 éves korában elhunyt művész életművének nagyságát, pályafutásának jelentőségét. Kovács Géz egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, majd első önálló kiállítása 1988-ban nyílt meg Sepsiszentgyörgyön. Mostanáig 126 egyéni tárlaton mutatta be kis plasztikáit Európa szerte. Több mint 25 éves pályafutása során 19 országban közel 500 csoportos kiállításon vett részt, amelyből több mint 50 nemzetközi kiállításnak számított. Tagja volt több művészeti szervezetnek, az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban, Magyarországon, Romániában és Svédországban is. 9 monumentális alkotást készített, 19 alkotótáborban dolgozott, és 109 műve jelenleg 87 közgyűjteményt gazdagít. 5 magyarországi ösztöndíjban és 36 művészeti díjban részesítette alkotásait a szakmai zsűri Európa különböző országaiban. Románia elnöke 2009. szeptember 21-én a román kulturális érdemlend lovagi fokozatának kitüntetésével jutalmazta. Képzőművészeti tevékenységért 2014. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Érdemlend lovag keresztje kitüntetésben is részesítette, 2007. március 15-e tiszteletére a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztériumtól pedig Pro Cultura Hungarica emlékplakettet vehetett át. Azt hiszem, mindezek a tények már önmagukban is bizonyítják a művész közönségének szeretetét, valamint szakmai elismertségét is. Hatása alkotásain keresztül él tovább, ezt Vörös Sándor Öröklét című versének sorai írják le talán legszebben. A föld, hol az életterem, a mindent ennyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó öröknek látszik és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök, múlónak látszik és örök. Kérem, fogadják szeretettel Kovács Géza 126. egyéni kiállítását. Köszönöm szépen a figyelmet!